Részlet a négyszeres freestyle világbajnok Száz Kitty klipjéből, ahol budapesti háttérrel mutatja be labdás trükkjeit. Van, amiben Guinness rekorder, van, amit ő tud egyedül a világon. Ezen a felvételen már a Pécsi Egyetem műszaki karának tornatermében trükközget, a fotósoknak, operatőröknek. Azt mondja, eredetileg nem ezért érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. Igazából pihenni jöttem le Pécsre egy 4 napra, mert nagyon szeretem a várost, és bármikor, amikor az országot járom, akkor mindig a helyi freestyle focistákat fel szoktam keresni egy-egy edzés erejéig. Úgyhogy most igazából egy közös edzést beszéltünk meg, egy kis sajtóval felhájpolva. Ez a küzdősportokat idéző rúgó mozdulat az, amit ő használ csak a gyakorlataiban. Ugye én 9 évet karatéztam, még a freestyle foci előtt, és most már próbálom a karatés mozdulatokat beletenni a freestyle fociba, hogy ez is úgymond én vagyok, és ezeket csak én csinálom. Legtöbbször azt kérdezik tőle, hogy mennyit tud dekázni, meséli Kitty, de számot eddig nem tudott mondani. Erre már végre van egy válaszom, mert volt egy jótékonysági esemény, egy futás, amit úgy hajtottam végre, hogy dekáztam, és ott 4 kilométert dekáztam ejtés nélkül, úgyhogy ez a rekordom. Ez pedig a sarokkal dekázás, amiben Guinness rekorder 119-szer pattogtatta a labdát a sarkain úgy, hogy végig a levegőben volt a játékszer. Jelenleg bíróként működik közre freestyle foci versenyeken, VB-ken. De vissza akar térni a versenyzéshez, hogy megnyerje 5. VB címét is. Több világhírű labdarúgóval is találkozott, köztük Neymarral, Ronaldinhoval, akiknek bemutatta a trükkjeit. Erről is hallhatnak Száz Kittytől, akivel készült egy hosszabb összeállítás, Sport magazinunkban is.